van segítség. Ezt az üzenetet igyekszik közvetíteni minden évben a megyei rendőrfőkapitányság által szervezett témanap, amelyet november 25-én a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján tartottak. Farkas József rendőr dandártábornok beszédében hangsúlyozta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 129 távoltartó végzés van érvényben, amelyek 95%-át nők sérelmére elkövetett cselekmények miatt rendelték el. A rendezvény előadói egyetértettek abban, hogy a különféle bántalmazó kapcsolatokban országos szinten több százezer nő lehet érintett, akik valamilyen okból nem mernek segítséget kérni környezetüktől. A különböző segítő szolgálatok leggyakrabban már csak akkor találkoznak az áldozatokkal, amikor azok már szemmel látható testi sértést is elszenvedtek. A sajtóban minden nap találkozhatunk olyan eseménnyel, ami kapcsolati erőszak, ami számomra nagyon meglepő volt 4 évvel ezelőtt, amikor indultak az ambulanciák, hogy az ambulanciákon már a középosztály, felső középosztálybeli bántalmazottak jelennek meg, ami eddig a titkos menedékházakban, krízisközpontokban, jellemzően a szegényebb, mély szegénységben élő rétegek jelentek meg. Tehát így bebizonyosodott az a feltevésünk, amire a krízis ambulanciák létrejöttek, hogy gyakorlatilag iskolai végzettségtől, társadalmi hovatartozástól függetlenül érintettek a személyek a kapcsolati erőszakban. A nő önbecsülésének letörése, veréssel vagy a gyerekkel való fenyegetés, ijesztő autóvezetés, a kommunikációs csatornák módszeres ellenőrzése, a kapcsolattartás korlátozása, lögdösődés, testi sértés, lakásból való kizárás, szexuális megalázás, anyagi függésben tartás és zsarolás. Többek között ezek jellemzik a bántalmazó kapcsolatokat, mondta el Fedorné Iszály Csilla, a Magyar Vöröskereszt munkatársa, aki részletesen ismertette a bajba jutottak menekítési protokollját is. A Szolnoki Regionális Krízis Ambulancia szakmai vezetője ugyancsak hangsúlyozta, hogy az áldozatokat többféle módon is érheti zaklatás. A bántalmazásnak több formája van, a legismertebb és a leginkább felismerhető a fizikai bántalmazás, de egyre inkább látunk gazdasági bántalmazásra eseteket. A lelki bántalmazás az gyakorlatilag előszobája a fizikai bántalmazásnak, tehát ez így gyakorlatilag előfordul. Szexuális bántalmazásról kapcsolaton belül kevesebb szó esik. Itt általában az a médiában azt a hírt kapják fel, ha kiskorú sérelmére történik ez az abúzus. Ide sorolható még a kiskorúak ellen a gyermekbántalmazás, de ezeket már a krízisambulancia jelzési kötelezettséggel élve a Család és Gyermekjóléti Szolgálat felé irányítja. Sándorné Pólik Róza szerint az érintetteknek első körben érdemes az interneten név nélkül felkeresni a szeretetnemárt.hu tanácsadói oldalt, ahol olyan szakemberekkel tudják felvenni a kapcsolatot, akik konkrét útmutatást tudnak adni. Emellett, ha elég bátor a bántalmazott, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Szolnoki Regionális Krízis Ambulanciához személyesen is fordulhat.